Sziasztok, ez a Cashport podcastja, jelen van a Cashport staff teljes legénysége, Nyitrai András, Vízi Zalán, Szarvas Zsombor és jó magam Jánbor Csaba. Mi sem aktuálisabb, mint a szezon kezdet, hiszen egyes sportágokban már elindult a szezon, más sportágak pedig gőzerővel készülnek. Ezúttal igyekszünk a labdás sportágakat górcső alá venni, úgyis, mint a labdarúgást, a futszát, a kosárlabdát, illetve a kézilabdát és a röplabdát. Kezdjük talán a kurrer sportággal, a futballal. Hogy álltok, András? Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy úgy állunk, ahogy terveztük. Nyilvánvalóan ugye az egyértelmű célkitűzés a klubvezetésnek, illetve a szakmai stábnak a dobogó elérése ebben a szezonban. Hát ugye az első négy meccs az 4 pontot hozott, most ugye volt 2 hazai vereség a Monor és az Iváncsa ellen, akik nyilván ebben a mezőnyben a jobb csapatok közé tartoznak, de hát ettől függetlenül nyilvánvalóan csalódás volt. Hát bízunk egy jobb folytatásban, nyilván ennek több összetevője is van, sok új futballista érkezett, össze kell még azért gyúrni a csapatot, de azért én azt gondolom, hogy vannak itt rutinos játékosok, MB2-es múlta, most ugye már azzal a számomra, meg hát labdarúgó szurkolók számára pozitív hírrel jöhettem ide, hogy a Patvaros Zsoltit sikerült hazahozni, aki nyilván egy nagy erősítés lesz. Úgyhogy hát hétvégén megyünk majd a Honvéd 2-höz, ott azért már nyilvánvalóan csak a győzelem lehet a cél. Mit mond Kuntics mester? Mert nyilván egy dolog, hogy mit mondanak a szurkolók, többé-kevésbé elégedetlenek a szerepléssel. Mi az oka ennek egyébként, hogy beragadhatott a Kecskemét a rajtnál? Azért ennél vérmesebb álmokat sző a KTE Hufbau. Nyilván a legnagyobb probléma talán az, hogy több olyan egyéni hibát is dobtunk itt ezen az első, hát nem is az első négy, hanem inkább azt mondom, hogy ugye a második meccstől kezdve, amiket az ellenfelek ugye ki tudtak használni, itt azért volt ebbe kapusgól is, volt ebbe olyan hiba is, ami egyéni hiba, büntetőt hoztunk össze belőle. Nyilván ezek nem férnek bele, főleg ilyen csapatok ellen, akikkel itt most játszottunk, mert ezek a csapatok, a Monor, Iváncsa, vagy az RKSK tavalyi eredményei alapján biztosan a mezőny első felébe lesz. Tehát itt sem nagyon lehet hibázni, illetve hát lehet, csak akkor ugye több gólt kell lőni, de az nyilván nem fér bele, hogy mondjuk kettesével kapjuk a gólokat. Úgyhogy egyelőre inkább ez a legnagyobb probléma, hogy hátul egy kicsit nagyobb stabilitás kell valószínűleg a folytatásra. Mi a deklarált cél? Tehát mit határozott meg a csapat? Ez egyik kérdés. A másik pedig, hogy Kuntics mester mit tud mondani az öltözőbe? Tehát nyilván a szurkolók látják, hogy többé-kevésbé lógó fejjel lemennek mondjuk egy Iváncsa mérkőzés után a játékosok a pályáról. Mi történik aztán az öltözőben? Nem az a típusú edző, aki abban hisz egyébként, hogy feltétlenül ordibálni kellene az öltözőbe, vagy ledorongolni mindenkit egyesével. Ő inkább higgadtan szokta elmondani azt, hogy akár csapat, vagy akár egyéni szinten mi volt a hiba a meccsen. Ezt egyébként mindig az öltözőben mindenki előtt. Nyilván, hogyha valakivel el is beszélget utána, azért nincsenek itt külön klikkesedések. Tehát azért higgadt szokott ilyen szempontból maradni. Nyilván most ő is látja, hogy kicsit hátul azért instabilabbak voltunk, többet hibáztunk. Emellett, ami a felkészülés alatt is kicsit probléma volt, vagy nem is kicsit, azért többször probléma volt, hogy a helyzet kihasználás az egyelőre valahogy nem akar összeállni. Tehát most valahogy abban a szériában vagyunk, hogy mindenki felé jön, kapufát lövünk, nem lőjük be. Abból például most az Iváncsa meccsen jó példa, hogy volt helyzetünk, abból kaptuk például a 11-est meg a második gólt. Ezekbe kell igazából előrelépni, nyilván ezek koncentrációs dolgok is, tehát az a legfontosabb, azt gondolom, hogy fejbe összeálljon a társaság a következő meccsre. Veszélyben van egyébként Kuntics mester állása, vagy van egy kis elégedetlenség a vezetőség részéről? Mert az viszont egy gyakori érvelés, hogy és még szerencsénk sincsen, csak ennek mindig az szokott lenni a következménye, hogy még egy-két vereség, és aztán inog a kispad. Azt nyugodtan mondhatom, hogy nem, tehát 4 mérkőzés ment le a bajnokságból, nyilván mivel nagyon sok játékos érkezett, és még nagyon sok is van hátra a bajnokságból, biztosan meg fogja kapni az időt a munkához. Azért azt nyugodtan mondhatom, hogy itt a klubvezetés azért nem abban hisz, hogy minél több edzőt kéne itt forgatni a kispadon, aztán hát, ha majd egyszer valakivel bejön.
hanem bíznak Zoránban, ezért is, amikor megállapodtak vele, hosszú távban gondolkodtak. Ezért is az a célkitűzés, hogy idén legyünk ott lehetőség szerint a dobogón, legyünk versenyben ott a dobogós helyekért, és nyilván a következő szezonra aztán még érmesebb reményekkel lehetne esetleg nekivágni, úgyhogy ez is az építkezés részét képezi ez a szezon. Nyilván kellenek az eredmények is ehhez majd, de mindenki bízik benne, hogy azért ez meg is fog azért jönni. Na, maradunk még a lábhasználóknál, még mindig a földre rúgjuk a labdát. Futszál ugye a nyár közepének szenzációja volt, hogy a Score Goal, leánykori nevén a Score Goal NB1-be jutott. Zsombor, viszonylag szorgalmas meccslátogató vagy, számos mérkőzést tudósítottál, beszélgettél a csapat körül mindenkivel. Mi a különbség az NB1 és az NB2 között? Ugye szokták mondani, hogy ég és föld, bár a klub elnöke Evertz Tamás azt nyilatkozta, hogy azért negetengető különbség a két osztály között nincsen. Hol az igazság? Egy meccsen voltam kint eddig, ami az NB1-hez kapcsolódik, most a Veszprém elleni, ami 3-3-mal végződött, és sok különbség van szerintem az NB1 és az NB2 között, mert sokkal nagyobb az iram, sokkal labdaügyesebbek a játékosok, több hivatásos futszál játékos van, szóval hogy mellette nem nagyon nagy pályáznak. Hát igazából ennyi különbséget látok a kettő között, sok NB1-es meccsen még nem voltam. Ebben nem bizony, hogy idén igen. Azért születtek meglepő eredmények, már a Score Goal szempontjából meglepő, de egész szépen helytálltok akár a Veszprém ellen. Tehát akkor még azt mondtuk, hogy vajas kenyér meccs volt, kiegyeztek egy diszkrét szalvaremiben, nem volt étje a mérkőzésnek, mindenki bátran kísérletezhetett. Aztán eljött az első bajnoki, ahol ugye az egyébként jó erőkből álló és tavaly 5. helyen végző Nyír Gyulaj volt az ellenfél, és pontot tudott itthon tartani a Kecskemét. Márpedig többé-kevésbé az szokott lenni, hogy az újonc ellen mindenki 3 ponttal kalkulál. Én is nagyon meglepődtem rajta egyébként, mert én azt vártam volna, hogy nagyon ki fogják fújni mind a felkészülési meccseken, mind most élesbe a szkorulórát, de ez nem így történt, mert egyetlen komolyabb vereségbe szaladtak bele a felkészülés során is, ez a Dunaújvárosa elleni 3-0 volt. És így ami alapján, vagy amit olvastam, az alapján teljesen helytállt a szkorból, és nem azt hozták, amit mindenki várt tőlük. Néztük az erősítéseket, hogy azért olyan jelentős csapatátalakítás nem történt sem a játékosok szempontjából, sem a szakvezetés szempontjából, ugye Kós Károly maradt a vezetőedző, ezért egy abszolút érthető lépés volt, hiszen remekül teljesített tavaly a szkorgóla. Na de hát voltak távozók a csapattól, akik abba hagyták, vagy másik csapathoz mentek, illetve voltak érkezők, de azért nem olyan nagy számban, mint ahogy gondolnánk az NB2 és az NB1 közötti váltás esetén. Nem is olyan nagy számban, és minőségben sem gondolnám, vagy gondoltam volna a szezon előtt, hogy ez erősítés lehet, mert egyikük sem rendelkezik komolyan futszámúltal, de amit láttam a Veszprémen, az rám cáfolt, mert az összes új játékos azt bizonyította, hogy igenis helye van egy NB1-es futszál csapatban. És a gólszerzők, legalábbis a Nyír Gyulaj elleni mérkőzésen Rutai Balázs volt, aki tavaly is gólkirály volt. Nagy kedvenced. Igen, én nagyon szeretem Balázs játékát, egyszerűen öröm nézni, mert tényleg fantasztikusan játszik. Balázs nagyon nehéz volt itt tartani, mert sok NB1-es csapat is megkereste, és ő mindenképp egy nagy erősítés lehet a jövő szempontjából. Kosárlabda. Nagyon keveset tudunk a kosarasokról, ami egyébként többé-kevésbé érthető, hiszen a szezon kezdet esetükben még odébb van. Az első edzőmérkőzésüket pedig zárt kapuk mögött játszották a PVSK-val. Igen, a héten kezdődtek úgy komolyabban a felkészülési mérkőzéseik. A kosarasokról egyelőre a távozókat és az érkezőket lehet tudni. Sokkal nagyobb volt a jövésmenés, mint ami a kecskeméti kosarasokra jellemző szokott lenni. Azért nyáron pár távozó mindig van, de azokat rendre pótolják. Most Green, Dimics, Mészáros, Molnár Marci és Dramics annyira is távozott. A jelszó egyértelműen Forrai Éknak a fiatalítás lehet. De miért? Ugye ez mindig nagy kérdés, mert a szurkolók számára is
Nagyon jól hangzik az, hogy fiatalítjuk a csapatot, csak ha elmaradnak az eredmények, akkor ezt a szurkolók számon kérik. A kérdés, és nyilván mindjárt el fogod mondani, hogy kik az érkezők, hogy meglátásod szerint erősödött, vagy adott esetben gyengült a KTH-ben aszfalt, illetve ez a keret mire lehet képes? És hogy mi az oka a fiatalításnak olyan? Az oka a fiatalításnak egyértelműen az, hogy a mag, a gondolok itt a Karahodzsics, Gyerasimovics és Wittmann Christian 3-asra bőven 30 fölött járnak, ja, tehát nem bőven, de 30 fölött járnak, és hát muszáj fiatalítani, muszáj új játékosokat bevetni. Ezáltal nagyon jó, hogy az akadémiáról páron fölkerültek már, gondolok itt Kucsera Dánielre vagy Molnár Dánielre, akikkel én is játszottam együtt, abszolút megérdemlik majd azokat a perceket, illetve amiket már kaptak a csapatban. Illetve az ötödik légiósnak Forrai Gábor Nikola Vukcevicet választotta. 2 éve van Kecskeméten, és hát azt lehet róla tudni, hogy nagyon jó keze van. Ha elkapja a fonalat, akkor egy meccsen akár 6-7 tripla simán benne van. És nagyon agilis játékos, tehát a győzni akarás abszolút ott van benne. És egy ilyen csapatnál, ahol a tudásbeli különbséget néhol egy-egy Falkó, egy-egy Körmend elleni mérkőzésen kompenzálni kell. Nagyon jó, hogy a csapategység és a mentalitás ott van a Kecskemétnél. Ebben Forrai Gábor is abszolút partner, hiszen ismerjük a mentalitását. Szóval én is kíváncsi leszek, hogy egyáltalán mi lesz a cél. Hogyha az elmúlt évekből indulunk ki, akkor az elsődleges cél az első 10-be jutás, a következő cél a rájátszásba jutás, és onnan bármi lehet. Mindig ezt mondják Forrai Gáborék, hogy így kell haladni lépésről lépésre. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz majd ez a szezon. Ez rendben van, így mindannyiótokat kérdezlek, így a kézilabda kapcsán is tudjuk, hogy próbálunk lépésre haladni, mert kecskeméti kézilabda, de azt hiszem, hogy minden sportágról elmondhatjuk, és aztán azt vesszük észre, hogy egyszer csak így beragadnak ebbe az 5-8, most anélkül külön sportágat említenék, tehát összességében is igaz, hogy dobogóért küzdünk, de aztán lecsúszunk róla, célunk az 5-8, a 3-6, és aztán nem nagyon lépnek feljebb a csapatok. Lehet így motiválni egyébként játékosokat, hogy a cél az első 10? Hát motiválni nem is, de muszáj, hogy fiatalítsanak, és hogyha ott van melletted egy Wittmann Christian, aki már a jelenléte motivál, akkor onnan szerintem eltűnnek azok a célok, hogy most hova akarunk jutni, itt meccsről meccsre fognak haladni, főleg a fiatalok a karrierjükben is előre. Szóval itt nem is erről van szó, hogy mivel kell őket motiválni, hiszen motivációnak abszolút meg kell lennie, hogyha egy ilyen csapattársal, illetve ilyen csapattársakkal és ilyen vezetőedzővel dolgozol. Ne szegezhetjük, akkor nem lett gyengébb a KTH-ban az volt. Hát bizakodom benne, hogy nem lett gyengébb, főleg amiatt is, hogy érkezett Devontae Williams, illetve Obinna Oleka. Róluk nem tudok sokat, viszont mellettük Chester Lewis és Révész Ádám is érkezett. Révész Ádám Molnár Marciáira érkezett, és ott is a fiatalitás is jelen van, Molnár Marci se volt idősebb sokkal. Viszont Chester Lewis is csak 21 éves, aki Amerikából érkezik. Egyébként a Vasasnál nevelkedett, és korosztályának egyik kiemelkedő játékosaként tartják számon. Tehát attól függ, mennyi percet kap majd a felnőtteknél, ő is mindenképpen a jövőhöz tartozik. Ha már így kérdezted, hogy mi, tehát én azt gondolom, hogy egyébként pont az lehet megint ebbe a történetbe ugye a kérdőjel, hogy a légiósok milyenek lesznek majd a kosarasoknál. Nekem egyébként megvalom őszintén, az a fajta célkitűzés, ami a szezon elején is elhangzott a sajtótájékoztatójukon, hogy legyen látványos, gyors kosárlabda, amivel meg tudják tartani, esetleg növelni tudják a nézőszámot. Az pont egyébként szerintem az amerikai vonallal lehetséges. Ilyen szempontból a törekvés jó. Aztán hát nyilván majd kiderül, hogy ezek a játékosok az NBA-ben mire mennek. Én azt gondolom, hogy az jó gondolat, amit kitűznek minden évben, hogy lépésről lépésre haladjanak. A szezon elején úgy is lehet mondani ezt, lehet mondani azt. Nyilván nem tudod akkor, hogy erősödnek a riválisok se, milyen erőt képviselnek majd, főleg azért a Magyar Kosárlabda Bajnokság is olyan, hogy azért egyik pontra másikra tud egy-egy csapat nagyon sokat erősödni, vagy éppen adott esetben nagyon sokat gyengülni. Úgyhogy ilyen szempontból sokat érhető nekik ez a stabilitás.
meglátjuk. Lehet, hogy ezzel a kerettel is figyelve, hogy a többi csapat hogy erősített, hogyan gyengített, az is lehet, hogy simán benne van a meglepetés ebben a csapatban, és erőn felül teljesítve, akár nem csak a rájátszásba, de legjobb hatba is bejuthatnak. Nem lehet tudni ezt még így, hogy mérkőzésüket nem láttam. Úgyhogy mindenképpen bizakodik szerintem mindenki, a vezetőség is és a szurkolók is évről évre várják azt, hogy a kecskeméti kosárlabda újra fénykorát élje. Így én is bizakodom benne, hogy lehet, hogy ez lesz az az év. Azt lehet egyébként tudni, hogy miért volt zárt kapus a PVSK mérkőzés? Nem tudom, lehet, hogy nem is a Kecskemét kérte, hogy zárt kapus legyen. Ilyenkor igazából nem is az a lényeg, hogy hányan látogatnak ki a mérkőzésre, talán a leges-legelső mérkőzésekre, bár biztos sokan kíváncsiak lettek volna az újoncokra. Viszont ha jól tudom, még nincs is itt minden újonc, ha jól nem tudom, hogy Devonté Williams például megérkezette. Tehát ez az edzőkért van ez a mérkőzés, úgyhogy nem tudom a konkrét választ. Röplabda. Hát valamikor az elmúlt szezon végén, de már ugye a felkészüléshez közeledve Kádár László bejelentette, hogy kiszáll a kecskeméti röplabdából. Ez egész pontosan úgy szólt, próbálom idézni szó szerint, hogy sem a bajnokságban, sem a kupában nem indul el a KRC. Hát sokkal többet ennél nem tudunk, azt tudjuk, hogy jöttek új igazolások, azt is tudjuk, hogy elindulnak a bajnokságban és a magyar kupával is, azt is tudjuk, hogy Dávid Zoltán maradt a vezetőedző, hogy ki lesz a klubelnök, hogy alakul a klub vezetése, mik a célkitűzések, erről nagyon keveset tudunk. Ugye sajtótájékoztatót ígértek egy-két hónappal ezelőtt, nem volt még sajtótájékoztató. Érkező játékosok voltak, erről konzekvensen igyekeztünk beszámolni, hogy kik érkeztek. Dávid Zoltánt ismerve egészen biztosan okosan erősítette a csapatot. Mire lehetnek képesek, ezt most nehéz lenne megmondani. Nehéz lenne megmondani, annál is inkább, hiszen az érkezők közül rengetegen fiatalok. Itt összeírtam, hogy Tüske Bence 23 éves, Szabó Bence 18, Kis Marcell alig múlt el 20, Bogdán Bence, ugye a helyi óriási tehetség 16 éves, és mellette érkezett a kettő idegen légiós, Osman Kepa, ha így kell kiejteni a nevét, igen, 23 évesen, illetve Vagelis Vajopulosz Görögországból, akinek szintén 2-3 év profi karrier van a lábában, illetve a kezében. Szóval az biztos, hogy a keret bővült, és ez jó, mert a tavalyi szezon végén szemmel láthatóan elfáradtak. Magyar kupa megnyerése után azért nem fölfelé ívelt a történetük. Úgyhogy Pesti Marcell le is nyilatkozta, hogy a fáradtsággal nem lesz probléma, ez mindenképpen pozitívum, de nagy kérdés lesz majd, hogy ez a fiatalitás, ami ugyancsak a kosárban is erről beszéltünk, tehát itt is nem is fiatalítani kell, mert nem idős a keret, sőt, mire lesz képes ez a fiatalság. Hát megint a fiatalítás, így hogy fog elsülni. Bár kétségtelenül a gárda mellett szól, hogy például Bogdán Bencéhez bátran hozzá mennek nyúlni, és hát meglátjuk, hogy mennyi lehetőség. Fölmerül egy újabb kérdés, amit Dávid Zoltán rengeteg nyilatkozatában, elsősorban a vereségeket követően lenyilatkozott az előző szezonban is, hogy mindig azt tapasztalta a játékosain, hogy megijednek. Megijednek, hogyha nyerhetnek, megijednek, hogyha vesztésre állnak, és hát nyilván ez a fiatalság miatt van. Ebben kérdés, hogy nyáron, illetve az előző év után mennyit fejlődtek Dávid Zoltán mellett, azért ezt bizakodhatunk, hogy sikerült, hiszen ismerjük őt is. Nagyon jó mentalitása van, ő is győzni akar. Tavaly azt is nyilatkozta, hogy ha tudna, akkor vért adna a játékosainak. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor itt is egy nagyon bizakodó évre számíthatunk. Hát akkor eddig, ahogy nézem, négy sportágat néztünk meg, eddig abszolút minden négy sportág esetében bizakodhatunk, hogy az idei év az jobban fog sikerülni, mint mondjuk a tavalyi esztendő. Én a röpisekhez annyit tennék hozzá, hogy ugye más itt a fiatalság az ő esetükben, mert azért mondjuk egy Pesti Marci is még mindig pofátlanul fiatal, tehát már több évnyi NB1-es múltál azért már mögötte, és a többiek is elmondhatják ezt. Gyakorlatilag ebben a csapatban már, ha 23 éves játékosok vannak, azok már tényleg nagyon rutinosak lehetnek. Azért ugye igazoltak Kaposváról, lehetett hallani petykákat, hogy esetleg a Kazinc Barcika gyengül. Én azok után, hogy tavaly kupát nyertek, szerintem lehet esélyük arra, hogy akár a bajnokságban is
előrébb lépjenek a negyedik helyén. Igen, ugye folyamatosan a Facebookon kommunikálnak, és többnyire minden játékos azt mondja a nyilatkozat a végére, és tényleg ő mondja, vagy ez a Facebook posztban szerepel, hogy szeretne bajnokságot és kupát nyerni, többé-kevésbé minden játékos. Ezt mondja, bár mi más lehetne a cél, de van realitás ezek szerint, hogy akár ki is csúszhat egy mindkét fronton nagyon sikeres év. Hát maradtak a kézilabdások, ugye mind a lányoknál, mind a férfiaknál igen jelentős mozgás volt, a hölgyeknél elsősorban a távozók frontján, és aztán majdnem három, de aztán kettő érkező lett, ugye Snek Réka jött volna kapusposztra, de ő aztán térsérülése miatt szerződésbontást kért, amit egyébként a KNK se jóvá is hagyott, illetve jött Maláti Dóra és régi új érkezőként Palotás Fanni. Tavaly az első fél évben nem néztek ki jól, tehát az első fél évben azt mondtuk, hogy a KNK se az olyan középmezőny eleje, hogyha jó évük van, aztán valahogy József dicséretére legyen mondani, összepakolta ezt a gárdát, és az év végére ugye a végletekig kiélezett küzdelemben nem megcsípték a bronzérmet. Képesek lehetnek-e erre, úgyhogy mondjuk kapusposztról távozott Dobó Mónika, és most deklarálta lyukas posztjuk a kapusposzt, hiszen Pálinkás Viktóriának kellene, illetve Németh Zsófinak elvinni a hátán a csapatot, illetve hogy gyakorlatilag mezőnybe a több távozó ellenére csupán kettő játékos érkezett. Nem meglepődnék, hogyha Varga Józsefnek nem lenne valami a tarsajába, de egyelőre úgy néz ki, hogy a KNK-sénél van még munka bőven. Dobó Mónika távozása biztos, hogy nagy érvágás a női kéziseknek, hiszen rengeteg mérkőzésükön voltam kint az előző szezonban, és nagyon sok bravúrt mutatott be, több mérkőzés is, több mérkőzést is miatta nyert meg a Kecskemét. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez a probléma, ez majd miben nyilvánul meg. A célkitűzés, hogyha tavaly harmadikok voltak egy olyan kerettel, amire azt mondták, hogy a élvonalból kieső csapat, amelyiket szinte újjá kell építeni, abból harmadik helyet csináltak, akkor Varga József biztosan tud valamit, és most se kell feltétlenül már félni, így, hogy még nem láttunk komoly tétmeccsüket. Úgyhogy itt se lehet más, mint bizakodni, bár azért itt nyilván több munka van, ahogy te is említetted, mint talán más csapatoknál. Hát sötét ló még a KTE Piroska Szörp, a Kecskeméti Férfi Kézilabda csapat, ugye ott is jelentős elmozgás volt évközben, az a meglepő, mert az elmúlt években viszonylag stabil keretet tudott magáinak a csapat, és évről évre egy-két távozó volt, és ugyanennyi érkező is. De most egy nagy kontingens távozott, elsősorban az ősrivális Lajos Mizse gárdájához, illetve Szamos Marcellő pedig a Vecsés csapatához igazolt. A Vecsés, a Cegléd igen jó játékerőt képviselő gárdák, és mert kézen közel említették már a csapatvezető Kocsovai Zsolt és Apró Ferenc, hogy hát idén is megcélozza a dobogót a KTE Piroska Szörp, de évek óta nem tudtak föllépni a dobogóra, bármennyire is szeretett volna a csapat. Annak fényében lenne ezt könnyű eldönteni, hogy idén van-e erre reális esély, ha látnánk a többi csapatot, hogy igazolt, de hát az mondjuk nem titok, hogy a Cegléd az pokoli erős lesz, ugye búcsúztak az élvonaltól, nem lesz gyenge a Vecsés, igen jól igazolt a Nyíregyháza, az újoncoktól szokatlanul jó játékerőt képvisel a 60, ráadásul a KTE Piroska Szörp fogja játszani az első mérkőzését. A Békéssel mindig számolni kell, én azt gondolom, hogy a Békés idén is oda fog férni a dobogóra, és a Lajos Mizse is jelentősen erősödött, bár talán ők a dobogóért folyó küzdelemben nem fognak beleszólni. Zaklajda Józsi átigazolt Lajos Mizsére, ő azt mondta, hogy az első négy hely valamelyike a cél, aztán ezen valamelyest finomított már a Lajos Mizsei szakosztályvezető, és azt mondta, hogy az első hat hely valamelyike a cél. Új edzőt kaptak. Szerintem az elmúlt évekhez képest, az elmúlt három évben talán rendre kieső helyen végeztek. Biztos, hogy ahhoz képest előrébb fognak lépni. A Kecskeméthez öt játékos érkezett. Nem volt még hivatalos csapatbemutatás, úgyhogy nevekkel nem tudunk szolgálni egyelőre. Viszont azt már lehet tudni, hogy az NB1-es Bíró Balázs biztos, hogy Kecskemétre igazolt irányító poszton ő fogja tudni talán pótolni Bújdosó Mátét. Bal szélen jelentősen erősített a Kecskemét, jobb szélen is, ugye a két szél az volt a többé-kevésbé lyukas poszt az elmúlt években, sötét ló a mezőnyben, nem lehet tudni
hogy fel fognak-e férni a dobogóra. Én óvatosan bánnék ezzel a célkitűzéssel. Pokolian erős most az NB1B. Viszont az elmondottak alapján, amit leszögezhetünk, hogy idén minden eddigénél élesebb és jobban várt mérkőzés lesz a megyei El Clásico számotokra. Igen, hát az, bár ugye mindig ezt szokták mondani az edzők, hogy ez ugyanolyan mérkőzés, mint a többi, hát dehogy. Idén pláne nem. Óriási presztízs csata. Ebből egyébként, ebből most a Lajos Mizse jöhet ki jobban, már olyan értelemben, hogy lelkileg nálunk van a for, az biztos, hogy az oda távozó játékosok, és ha nevesítsük őket, ugye Zaklajda József kapuba, Bújtosó Máté irányító poszton, beállóba Petrik Varga Ádám, illetve balszélen a Horváth Viktor, tehát bennük biztos, hogy óriási lesz a bizonyítási vágy. Míg a Kecskemétnél az újonc játékosok azok azért nem tudják, hogy mi a kézilabda Fradi Újpestje, a Jászok és Kunok Ádás csatája, de hát majd nyilván azért fogják hallani kézen közön, hogy zajlik egy ilyen El Clásico. Valószínűleg az edzők azt fogják mondani, hogy ugyanúgy készülünk, mint bármelyik más mérkőzés, aztán persze hangos lesz majd a csontzene ezen a találkozón. Na, akkor megegyezhetünk-e abban, hogy gyakorlatilag minden csapat erősödött, bár voltak aggasztó jelek évközben, akár a férfi röplabda, akár a férfi kézilabda vonatkozásában, hogy itt majd égszakadás, földindulás lesz, de azért olybá tűnik, hogy minden csapat jól jött ki ebből a nyárból. Hát ezt majd meglátjuk, a célkitűzések megvannak majd mindig a szezon végén, amikor a célkitűzések összhangban vannak el az eredményekkel, akkor derül lesz ki, de jelen állás szerint talán mondhatjuk azt, hogy igen. Jó, hát akkor arra kérlek benneteket, nincsenek semmi tétje, mert nem inkább saját sportágánál mondjon egy helyezést, hogy mit vár a csapattól, illetve hogy szerinte mi a realitás, aztán majd év végén elővesszük ezt a felvételt, akkor kezdjük a KTE Hufbauval. Én 4 forduló után azért továbbra is azt mondom, hogy nem elérhetetlen az a dobogó. Én azt gondolom, hogy meg lesz, hogy ez második vagy harmadik helyet jelent. Most azért nyilvánvalóan 4 kör után 4 ponttal inkább a harmadik helyet mondom, aztán majd meglátjuk. Futszál. Amit eddig láttam, én az alapján azt mondom, hogy simán meg lesz a bennmaradás. És hogyha számszerűsíteni kellene a helyezést? Legyen mondjuk első 10 valamelyik. Férfi kosárlabda. Én is nagyon bizakodom a rájátszásba jutás illetően, úgyhogy 7. vagy 8. hely valamelyikét mondanám. Férfi röplabda. 2. hely. Ezüstérem? Ezüstérem. A tippem. Remélem, hogy megnyerik természetesen, de most így hasraütésre azt mondanám, hogy a 2. helyt kaparintják meg. Tartsd magadnál a szót, női kézilabda. Hát igen, ez a nehéz kérdés. Hát megnyerik és feljutnak. Nem, szerintem 3.-4. hely környékét mondanám. Férfi kézilabdába a 3. helyet tippelem. Számon fogjuk ezt kérni magunkon az év végén, de hát addig még nagyon sok e-sport podcastot hallhattok, úgyhogy nagyon örülünk, hogyha velünk tartottatok. Kérjük, hogy időnként vendéget is hívunk majd, és akkor szakmai mederbe tereljük majd a beszélgetést, vagy legalábbis azokra a kérdésekre tudnak majd válaszolni a szakvezetők, amikről mi most csak polemizálunk. Még egyszer köszönjük, hogy velünk voltatok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!